Ez nagyon ópium. On the low. Oh, that's your pici Benz, kicsi pia, kicsi hejsz. Én bosszú kész már, éles, mint a finimény. Egy kis boci-boci tarkatáj beat. Egy pöppet, de nem baj, nem rossz. Ezt bedobta a ChatGPT-nek, hogy csináljon egy OTL számot, és felolvasta. Ezek de fogecik, fetit csövestől veszik, amit mi egy év alatt. Amúgy ez jobb, mint Inko. Ezt most, ezt ongyulesz, vagy öngyulesz. No joke, mondom, tényleg jobb, mint Inko. Szerintem ő lesz a következő OTL tag amúgy. Ezt én el tudom képzelni. Hashtag OTL bro dead. Dead, konkrétan dead. Blu-ray official. Hát én ismerek egy Blu-ray-t, ami előbb volt nála szerintem. Tudjátok azokat a CD-ket, amiken filmek vannak. Úristen, tudom, hogy durva ez, hogy emberek régen CD-ket használtak, de létezik ilyen. Tudjátok, még kazettát is használtak régen. Hát igen, cringe-el rajta Blu-ray. Én nem cringe-edek rajta, szerintem ez próbálkozásnak nem volt rossz amúgy. Hoppá! Följött az Axos nyuszis reklám. Ax. Axos reklám van a streamemben, és kapok érte pénzt. Oh. És így néha följön egy link a chatemen az én nevemmel, meg reklámok. Meg a chat alatt is szokott néha menni. Hallod, így getelem a baget. Ha már a Twitch nem ad pénzt a reklámokért, akkor belerakom én a reklámokat, basszák meg. De akkor viszont kikapcsolhat. Nem, mert akkor meg a szabok nem kapnak reklámmentességet. De lehet, hogy leveszem majd a reklámok számát, mert mondj, én rakom tele. Apropó, nyomok is egy reklámot, hogy kell. Várjál, azt hiszem ez az, nem? Pössz meg. Lehet, hogy ez az, nem? Nem, ez leállítja a streamet. Azt hiszem, hát nem az volt. Nem tudom elindítani újra. Nem indul újra. Nem. Szerintem. Nem, azt rossz gombot nyomtam meg. Van egy érzésem, hogy rossz gombot nyomtam meg. De nem biztos. Ja. Popcorn volt a gombon, és nem gondoltam, hogy ezt a streamet fogja leállítani, de... Hát igen, elfelejtettem, hogy mire állítottam a stream deck-en is. De még sok gombom van. Nagyon sok gombom van még. Ezt nézd. Itt vannak ilyenek. A járőrkocsit minimum. A bass musicot nézzük! Bitch, you better knock. 17 ember nézi. Szóval most ez nagyon jó, hogy nézzük mi is. Izgulok, chat! Na. Fogjatok meg. Szóval... Hát a gangről beszélni ki. Baby a neve az arcnak, baby. Ez nagyon kreatív volt, bazeg. Mi, ezt is a ChatGPT-től kérdezte meg amúgy? Biztos. Mindent el lehet mondani? Szerintem nagyon jó a közeg. Mert organikusan alakult ki. És ez nem csak azért van, mert profitorientáltak vagyunk, hanem mert szeretünk egymással zenélni. Aha. És mi... Miért a profit az eddig mennyi? Hát itt a profitra nem lehet nagyon építeni, mert ahhoz kéne tudás is. Az a baj. Mindenki kiegészíti a másik kiegészíti az egyiket. Úgyhogy ez egy ilyen képlet az egész szerintem. Szerintem a bass-t főképp azt tartja össze, hogy... Csináltak saját magukról egy dokumentumfilmet, olyan, mint egy interjú saját magukkal. Mivel senki nem hívta meg őket még podcastbe, ezért muszáj volt csinálniuk egy videót saját magukról, mivel senki nem beszél róluk. Semmi úgymond komolyabb célunk nincs ezzel, csak tényleg ami a szívünkből jön, azt csináljuk. És szerintem ez a zenékben is hallható, meg tényleg így zenén kívül is sokat vagyunk együtt. Igazából a kedvenc közösségem úgy a világon. Nekem viszonylag friss ez az egész. Ugin. Körülbelül szeptemberben kerültem be a gangbe. És egészen hamar beleilleszkedtem az egészbe. Szerintem elmondhatom, így már az első stúdió után. A de... Úti, hát hallgatnak! Svetkőzős! Uff, finom tilidit! Szerintem nem kerültek bele az OTL-be és csináltak egyet maguknak, most megmutassák. Hát igen, amúgy nem kerültek be az OTL-be és csináltak egyet maguknak. Lényegében, ezt amúgy nagyon jól leírtad. Szia! Miért jöttél el a castingra? Ezt akartam mondani, pont. Ez olyan, mint amikor általános iskolába azt hittük, hogy mi is olyanok lehetünk, mint a Minecraft videós gengek lehetünk. És ugye elképzeltük azt, hogy mi az összes osztálytársunkkal, akikkel együtt Minecraftozunk, majd egy nagy youtuber házba fogunk élni, és ez lesz az életünk. Na ez kb. Ugyanaz. Csak nekik már van rá pénzük, amiből megcsinálhatják. Nekem meg nem volt 8 éves koromban. Ez a mutat, oda néz, oda megy, oda pénz.
Egész végig OTL-t hallgatnak benne, ez a legkínosabb. Mókások a fiatalok. Egész végig OTL-t hallgatnak benne. Még a fotós is be van állítva hozzá. Ezeket a zenéket én egy hétig tudnám hallgatni maximum, és utána így elfelejtem. Tehát az a baj, hogy be vannak programozva vagy OTL-fanok, és kész. Mostantól csak ezt hallgatják. Hát saját magukat nem tudják hallgatni. Az miért lenne, ha sajátjukat hallgatnák? Valahonnan inspirálódni kell, vágod, hogyha sajátjukat hallgatnák, akkor nem tudnának fejlődni. Mármint az ő szemünkbe fejlődés. Minél jobban hasonlít az OTL-re, annál jobb. Ez a cél. Csak az a baj, hogy... Hogyan mondjam, itt van az OTL, és itt így bármi más, amit tudsz választani, hogy a fölött van. És még lehetne azért fejlődni, de ők kilőtték ezt a célt, hogy idáig fejlődnek, és kész. Szóval nem tudom, hogy mi lesz ebből. Nagyon goofy! Nagyon elhiszik magukról! Nagyon fontos, hogy továbbra is zenélünk, és mindenkit biztosíthatok afelől, hogy új szinteken mindenképpen. Már most érezhető, hogy folyamatosan szinteket lépünk. Hát igen, de azt a szintet mégsem sikerült megütni, hogy a háttérzenénél egy kicsit hangosabb legyen a beszéd. És ami még nagyon fontos, hogy zenélünk, de mi nem szeretnénk senkire se hasonlítani. Hú, stúdiózás, jó. Hát azok jók szoktak lenni. A stúdiózás. Miért kell így beöltözni? Miért kell bohócnak kinézni ahhoz, hogy beszéljél ilyen dolgokról? Nem értem, kölyök. Ezt, ha valaki megmondja nekem, hogy miért kellene ilyen gecinek kabátok, meg fuxok, ez menő. Mit menő ember? Nyár van, bazd meg! Az OTL-ben is így néznek ki. Hát jó, mondjuk igen, hogyha szarrá vagy szintetikázva, akkor fázol amúgy, szóval. Lehet, hogy ez, ja, nem tudom. Nagyon fura ez nekem. Nyári szünetre azért fölkapjuk a téli kabátot. Amúgy lehet, hogy azért, mert így, amiket nem tudtak eladni télen, azokat eladják a boltok olcsóbban, és csak most veszik meg a kabátot. És télen meg pólóban vannak, mert akkor meg az a menő. Lehet, hogy ez ilyen fordított dolog. Van bedénél vagy nálam folyik. Hát a beatek azok hardcore-izik, azért a hátam az fáj kicsit. Mióta elkezdtem a zenélni, hogy szerintem mindenki ugyanis. Hát de amúgy, itt a beatek az egyetlen értékeltő dolgok. Kiveszi a részét, és mindenki azt csinálja, amiben a legjobb, és ezzel vagyunk erős csapat is, mert mindenki a legjobbat tudja magába kihozni. Az elején voltak olyan fasságaink, hogy tesó, most felveszek, menjetek már ki, meg ilyenek. Hát most kb. Úgy van, hogy tesó, felveszek, gyertek már, bazd meg. Úgyhogy így szokott működni most már ez a dolog. Srácok, na most felveszek, srácok, figyeljetek, most aztán tesó, amikor bemegyek a stúdióba. Kár, hogy a 10 éves kis csaj rajongókon kívül senkit nem érdekel. Nem, azok se érdekli szerintem. Figyelj, én meghallom ezt a hangot meghallom. Úristen, amikor ezt meghallom, akkor főzünk a beateket, meg ez annyira tűz. Hallgassuk meg még egyszer, zene a füleimnek. Istenem, akkora zenész vagyok. Tesó. Pattintsuk fel az Eiffelt. Na igen, kínos egy kicsit? Hát szerintem teljesen megnyíltunk így egymás előtt. Igaz, hogy kellett ez az egy év hozzá. Szerintem, hogy ez így kialakuljon, és hogy mindenki teljesen 100%-ban önmagát tudja adni ebbe az egész dologba. Igen, nem is szokott olyan lenni, hogy elhülyéskedjük az egészet. Nem szokott olyan lenni, hogy összeülünk studin és semmit nem csinálunk. Ezt már igazából láttátok, hogy ez mindig így van. XD, vicces, már igaz. De még valamikor zenélni is szoktunk. A stúdiózás az elképesztően mindig maradt. Ez döme, ez megváltozott a döme egy kicsit, ez nem az a döme szerintem. Tehát, hogy minden egyes alkalom különleges valamiért. Nem csak a ivás meg ezek miatt, tehát hogy egyszerűen mindig hozzuk a formát, nincs olyan, hogy szar hangulat vagy valami, tehát mindig van valaki, aki húzza a többieket. Ezeket nem akkor szokták csinálni, amikor befutottak? Hát de be vannak futva ember, nézd meg, mit akarsz? Az előző zenéjükön, amit 2 hónapja raktak ki legutoljára, album van, 1000 megtekintés. Ami az előtt van, azon van 500, 600, 500, 700, 900, 300. Be vannak futva ember, mit akarsz? Hát ennél jobban nem lehet befutni. Nem tudom, hogy mi a bajod ezzel.
13 ember nézi a premiért, fogd már be. Tényleg ennek is megvan a folyamata, hogy írunk egy szöveget, arra mindenki felhájpolódik, aztán csatlakozunk minél többen egy-egy zenéhez, és szerintem mindig ez a legjobb, amivel nagyjából mindenki benne van. Amikor stúdiózás van, akkor így... Olyan jó, hogy amúgy ezek a ripacsok, akik benne vannak ugye, a tóték, a két tót, azok ott ripacskodnak, és olyan hangosak, mint a szar, de amikor a többi ember beszél, akkor olyan mint hogy a krumpli lenne a seggükbe vágod, nem mernek egy szót se szólni, olyan halkan beszélnek, hogy suttognak a mikrofonban, nem hallom, mit mondanak, kajak a beat hangosabb a háttérbe, ezek már megszólalnak, és akkor izé mondják, hogy hát amikor elkezdtük stúdiózni, akkor olyan menők voltunk, hogy így oda mehetünk, és akkor így ittunk meg, akkor így mondtam a mikrofonban, hogy Istenem, geci. Csettintésszerűen át lehet. Tehát, hogyha beindul a beat, így csettintésszerűen átváltoznak a fiúk is. Teljesen. Azonnal igazi profi zenészek vesznek. Nagyon régen voltál már. Alkotói szellembe bújnak. Beszarás, amit szoktok művelni, tényleg. Tényleg, beszarás. Mind a 900 embernek tetszett, aki látta szerintem. Nem hangos, kicsit se esse, amúgy. De ez amúgy annyira ironikus nekem, hogy olyan emberek, akik azt mondják, hogy értenek a zenéhez, és nem tudják belőni egy videónak a kurva hangerejét, hogy ne kelljen azt csinálnod, hogy megsüketülsz, és ne kelljen így húzogatni össze-vissza, mint egy idióta. Itt mindig azt érzem, hogy én itt streamelek, de itt nem csak streamelek, hanem hangmérnök is vagyok. Az a jó ebbe. De az, hogy azt mondják, hogy értenek hozzá, de nagyon látszik, hogy nem. Hogyha egy kurva mastert nem tudnak megcsinálni, egy YouTube videón. Egy élet nem elég, mit tennék, ha lenne még egyem. Tudod, baby, ez már több, mint barátság. Ez már friends with benefits. Érdekes? Ez már több, mint barátság, ez már friends with benefits. Hogy néz ez ki? Torzított, mert annyira hangos. Jó, de figyelj, az a baj, ezek a zenék, ezek így a jók, tudod, ezek direkt ilyenek. Már egész jó, mert nem hallod, amit énekel. Átlagos tudi, nagy studizások vannak itt. Írják a szöveget a telefonon, nem telefonoznak, na. Miről beszélsz? Nem izéljenek. Nem Subway szörfezik a telefonján. Mindig néztek, mindig nézitek, hogy mi a fasz csinálok az életem. Egy kibaszott movie-at, én csak állom. Sosin szűk élet itt, ha kell, én a cít állom. Yeah, yeah, megyek, ameddig nem látok. Fogod a kezemet, fogod a pénzemet, ilyen életet akarsz meg. Elrontotta. De azt miért nem vágták be, hogy elrontotta? Miért az eredetit vágták be, ami már kész van? A cigit állja. Állja a cigit. 4000 forint. És ez amúgy tök vicces, hogy ezeket a zenéket hallgatják, amikben ilyen extáziról, meg kokainról, meg minden faszom dologról rappelnek, és kisgyerekek nézik őket, és még ők is ilyen zenét akarnak csinálni. Életükben nem láttak még olyat, de nem, szerintem az a probléma, hogy pont, hogy láttak olyat, de hát nem lenne, nem ez a jó irány amúgy a zenében. Hát nem tudom, a zenének nem az a... Vagy lehet, hogy valaki így élik ilyen zenét, hogy így úristen, most én szétdrogozom az agyamat, és tök jó lesz. Nekem azért annyira nem ez a zene. Van egy ilyen része is a zenének, de nem hiszem, hogy ezt kell megcélozni, hogyha mondjuk alapvetően gyerekek hallgatnak minket. Mivel nem hiszem, hogy van olyan ember, aki úgy hallgatja őket, hogy nem vágja, hogy ők a tesók amúgy. A beatet. Hello. Ja, hogy közben még TikTokon is live-olnak. Azt a kurva. Azt hiszem még rajtam trippi neki már a nyála csöpög előtte. Mi szívunk egyet, kettőt, hámat, négyet, ötöt, olyan. Számolós drill. Egy almafa. Szokása a gengnek az, hogy nem hétvégén, hanem hétköznap isznak. Legtöbbször, de hát ugye muníció kell ahhoz, hogy jó zenét csinálj, és hát ez egyértelműen megérthető, és semmiféleképpen nem akarok beleállni ebbe a szituációba. Hoppa! Mi a baj nálad? Ez micsoda? Hozzászoktam a Jack Honeyhoz, azt rájöttem, hogy ez nem Honey. Ez nem. Na. Visszagondolod, én készen állok. Itt már forgatás van. Na most már őket, most már saját zenéjüket hallgatják, tessék. Csak kérni kellett. Most már visszasírom az OTL-t. Mi lesz most, fellépésük lesz, vagy csak bowlingoznak? Csak bowlingozni hívták őket. Vagyis hát mentek. Imádom azt a légkört, ami ott van, mert ahogy lemegyünk próbálni, egyből minden... De mire próbálnak? Mi ők koncerteznek? Ezt nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el. Most ezt lehet, hogy valaki állsz ide, én nem.
fellépi, kontakt, itt van egy e-mail cím, Tóth Benedek Music, na ide írok. Születésnapomra eljönnének amúgy. Mennyit kéne fizetnem? Mindenkinek a vérmérséklete fel megy az egekbe, és a szobának a hőmérséklete is mindig felmegy az egekbe. Úgyhogy általában mindig úgy van vége a próbáknak, hogy mi félmesztelen ugrálunk és bulizunk a saját zenéinkre, a barátainkkal. Úgyhogy igazából ennél jobb közösséget. Ez egy kicsit búzis amúgy. És szituációt el se lehetne képzelni. Na jó, a hangulatok szinte jobbak, mint a fellépések. Szegény gázlánk. Vannak fellépések? Na nem. Most ez komoly. Alsó sor kicsit felszokott robbanni néha. Hát megtörténik ez. De a koncertek alkalmával is nekem a kedvenc dolgom az egészben a bemenetel és a koncert előtti légkör. Hát igen, mert akkor még nem kezdődik el a zene. Annál jobb tényleg nincsen, mert az a hangulat, amikor megyünk be, mindenkiben van egy kis druk, nem izgulunk általában. Néha. De... Nincs is miért, nincs mit rajta elbaszni. Már alapból rossz. Hát a próbák azok amúgy egyenlő a koncerttel egyébként, szóval a próbákon sokszor jobban hallom magamat, mint a koncertem. Mindig úgy kezdődik, hogy Ugi oda jön hozzám, hogy hallod, de nem iszunk egyet próba előtt. Csak hogy meglegyen a bátorság hozzá. De úgy igaza van. És most, hogyha iszunk is, vagy nem is, akkor is mindig ott vagyunk. Ivás, ők nagyon mennek, mert isznak. Egy egész buli nekünk a próba. Természetesen begyakoroljuk a sorrendet, a nagy B betanulja a kínek a sorrendjét. Megtanuljuk faszán a szöveget, a dallamot, hogyha valamit éppen módosítunk benne, azt is megtanuljuk, illetve a mikrofon átadásokat is, és a fellépés sorrendét is, úgyhogy kúrva jó, mindig elvezem nagyon. Fellépéseken van... Hány ember megy el egy ilyen fellépésre? Pár ember a színpadon, én meg hátul kattingatom az autótyunt, hogy ne legyen szar a hangja a többieknek. Egyébként nagy a felelősségem, mert hogyha valaki beszólna, akkor átálltam másik kira az autótyunt is. Nem lesz annyira jó az éneklés. És az első fellépésük körülön ott voltam. Azt gondoltam, hogy én ott volt. Ezt valahogy éreztem. Ő volt az egyetlen, aki ott volt. Mospitet csinált a napsugárobisok között. Szétcsapott a Lajos. És olyan hangulatot csináltak, amit én szülőként éltem meg, bár nem így kellett volna, ugye, hanem mint aki támogatja őket, de én szülőként éltem meg, és igen, csak könyvbe lábadt a szemem, amikor láttam őket, hogy... Hát ennek örülök. Ennek viszont örülök, ez egy wholesome moment. Nézzük, hogy mondjuk az legújabb albumot, az hányan hallgatták. Ezt 1000 ember, ezt 6000, ezt 10000, az nagyon jó, az már azért. Omnézia, 1800, Gucci ház. Hát engem is többen hallgatnak, ha mondta szerintem amúgy. Engem mennyien hallgatnak? Hát nekem mindegyik 10000 fölött van, amit kiraktam. 660 hallgató havonta, nekem meg... 2400. Hát akkor nyertem. Na, akkor majd én is koncertezek egyet az apukámnak. Stream után koncertezek. Tényleg mindenki komolyan veszi a dolgát, meg próbáljuk azt a helyzetet hozni, ami egy fellépésen is van, és ez szerintem látszódik a fellépéseken is. A hangtechnikára is megpróbálunk odafigyelni, hogy mindenki jó kíjbe legyen, meg tényleg jól szóljon az egész. Erre kell figyelni, jó kíjbe legyen az autótumba, az meg ez hihetetlen, csak erre kell figyelni. És hát szerintem ezonnan is látszik, hogy egyre többen járnak ugye fellépésekre is, hál' Isten. De ezt már majd háromszor elmondták. Ez nagyon fontos. Na az, amikor, amiben nincs belekötni való. Tehát az, amikor odaállunk, beindul a zene, mindenki fel van hype-olódva, mindenkinek van púzusa, nagyon keményen szok. Mindenkinek van púzusa, ebben egyet tudunk érteni. Erre már kell a TikTok, nem bírom. Beindul a zene és egyszerűen megőrülünk. Ruhával kezdjük, ruha nélkül végezzük. Megőrülünk. Na, ó, igen. Mindig, minden zenére tényleg. Akkor is, hogyha százszor hallottuk. Imádom őket. A fellépés meg, az meg megint más tészta. Elég jó ez a virsli parti. Korábban is hazom, megyezem az autarkó. Reggelített megészem, aki tartod a barkót. Gyertek is ránk, jól elfújtom már fellépésről is lesz videó amúgy, mert annyira mondják a fellépés, de egy videót se láttunk. Hát, hogy én büszkék rá, akkor csak megmutatták volna már, nem? Virázik a fejem, a kertem meg a szasza. Miért néz, mert a kezemben a blog. Víz, 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 hatál, kemere, víz, víz.
analog? Ez az analog music hall, vagy ez hol van? Jó, nem is láttuk mennyi ember van a közönségben. Biztos nagyon sokan vannak, hogyha oda se fordították a kamerát amúgy. Idáig az első két sorban vannak emberek, azok tombolnak, a harmadik sor az meg nincs. Debrecen kazánház. De ezt ki lehet bérelni, nem? Megéri ez vissza az árat, vajon? Azt sem tudom, hogy ki az az Ice Havok, vágod? Mit mondott rólam? Fortnite-os? Ja, hát akkor mindegy. Van itt néző is, geci, amúgy. A chatem olyan látszik rajtuk, és most saját véleményük nincs, ezzel egyetértek. Csak amit Manin mond, azt visszhangozzák. Nekem ez volt a chat experience-en Maninnál. Ez volt a chat experience neki. Nulla üzenet. Nem is írt semmit. Ez van, hogyha a Fortnite-os emberek próbálnak just chattinget csinálni. De tényleg ne egy Fortnite-os ember mondja meg azt, hogy milyen az, amikor rossz a chat. Tehát a magyar Fortnite közösségnél rosszabb és toxikusabb közeget nagyon nehezen találsz amúgy, szerintem. Nem, és nem is kell annyira messze menni, megtaláld ezeket az embereket. Tehát az első vagy második Fortnite streamen már ott lesznek, amire rákattintasz. Meg hát Twitteren is. Szerintem ezt nem veszem föl sajnos. De amúgy chat, legyetek okosabbak, használjátok a 7TV-t, és ne legyetek buták. És aki 12 év alatt van, az lépjen már ki. Aki 18 alatt van, az lépjen már ki a chatről. Mit szóltok? És menjen át az Ice Havokhoz, mert ő Fortnite-ozik, és az nektek való, actually. Ezért ír így amúgy, mert azok az emberek, akik nálam vannak és nincs véleményük, azok nem őt nézik. De amúgy kedves Fortnite ember megnyugodhat, mert ezeket az embereket én sem szeretem. Legyen mindenkinek véleménye, fejts ki véleményét, írjál a kommentekbe, ha meg nincs, akkor lehet, hogy felesleges inkább odaérni az, hogy igazad van. Lesznek legalább 150-200-an. Az amúgy egész jó, mit akarsz? Kurva! Senkit nem érdekel senkinek a véleménye. Kibaszott álmokat jöttünk ide elérni, és ennél csak tovább kell. Nem érdekel senkinek a véleménye, kibaszott álmokat jöttünk elérni. Ezt mondta. Na itt most már nagyon holszám a végén. Bevallották, hogy szerelmesek egymásba. És akkor innentől kezdve most már Happy Pride Month van. Na, szuper! Szuperek vagyunk, hú de jó ez. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami, a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.